Sziasztok! Itt vagyunk újra a Pillars of Eternity 2 végigjátszásánál, tele nyersanyagokkal és mindennel. Folytatjuk kalandjainkat. Ha jól emlékszem, itt mindent szinte megcsináltunk. Arra kéne haladnunk, amiket könnyebb megcsinálni. Tehát el kell mennünk Lipter's Refuge-ba, illetve a King's Coffin-ba. King's Coffin-ba, király poposajába megyünk. Ja, és a Lifter's Ravage, azt is kihagytuk még. Bellfire Beacon-be voltunk. Bellfire jelző tűzhelységnél. Ami igazából egy... Jól láttam, egy... Taverna. Hol vagy Taverna? Taverna. Taverna. Ah, itt vagy. Üdvözlök újra, adományozó. Kalandrának szüksége van a színjátszásodra. Örülnék, ha visszatérhetnék dolgozni számára. De tartozom Harkernek egy jó adagnyi pénzzel. Ez a rohadt kocka rossz időpontban vált hidegé. Még nem tudom befizetni neki, amivel tartozok 700 fire-t. Nem megyek sehova. Oké, itt van, tessék 700. Ne add nekem, Harkernek ad. Ismerőt még extra felárat is rak rá, hogy felbőszítsen. Nem is értem, hogy miért teszed meg, ezt értem, de köszönöm minden esetre. Hát akkor megint menjek vissza. Ide, oda, ide, oda. Radiant Court. Szabadra kell mennem, ugye van? Ha jól emlékszem, de nem vagyok teljesen biztos. Az előző videó óta. No. Kalandra. Mennyi pénzem van, basszus? Na, szerencsére van még. De várjunk csak... Most mi van? Talán az üzenet to charge a frame, but she... Ja, de ilyen vagyok, basszus. Hát nem neki kell fizetni, hanem a kocsmárosnak, mert a kocsmárosnak tartozik a csaj. Ilyen vagyok, mint a franc. Hiába. Jacob Harker. Tessék, itt van, kicsitem terna tartozását. Rávet, hogy megted, mi? Az a nő észreveszi egy lágy lelkű ember jelét 50 mérföldről. Mint egy hatodik érzék, vagy valami hasonló. Csodálatos. Itt van a dolog. Sokkal jobban profitálnak számomra, hogyha a kezeim alatt dolgozik. Lehet oly kedves és édes felajánlásod, megtartatod a ennek ellenére a pénzedet. Ha csak nincs valami más teendőbb, úgy vélem... végeztünk is. Elvinni valami mást a szabadságáért cserébe? Akartam valamit, hogy kértem volna tőled. Akkor adok 1400-at. Csak nézzenek rád, nagy egyezkedő. Óha. Szavak, figyelmeztetések. Nos. Nem akarsz túl depresszív hangulatú lenni ide bent. A kalózok könnyedén ki tudnak lyukkasztani, és úgy büzdesz majd, mint a hal a tengerparton. Ennek elvettem most ezt az 1400-at. Talán a szabadon távozhat. Ja, és alig van pénzem, basszus. Na, akkor ez megvan. Akkor még itt kell valakivel beszélnünk. Elméletileg. De sok töltögetés.
nem tudom, mit csináltak az engine-nél, ennyi töltöget. Az elsőben is töltögetett ennyi, de azt gondolná az ember, hogy 3 év alatt azért már megoldották a dolgokat, és nem. Itt pedig egy kék bőrű Amuát kell keresnünk, a szegőt, nem? Azt nem írják, hogy ki, de ez a kék bőrű Amuá. Hogy érzi magad, hogyha játszhatnál egy szimpatiálódásban Eotaszként? Mi? Én nem vagyok színész, és hát emellett alig látok valamit. Hidd el nekem, tökéletes lenni a szerepre. Tényleg úgy gondolod? Talán össze tudok hozni egy pár sőre valót a színpadon. Úgy vélem, a hangom megvan hozzá. Kérlek, mutasd a megfelelő irányt, és elmegyek a Radiant udvarra. Na, akkor ez is megvan. Nem tudom, hogy a Balafire Beacon-ben voltunk-e. Ó, jaj. Néhány brutál kinézeti tolvajszerűség jön elő a közeli közből. De jó. Ez szinte be volt scriptelve. És szépen rám támadnak. Közben próbálom ezt csinálni. Küldjük. Elmond a próka. Nos, ha ez nem Harker egyik új üzleti partnere, akkor nagyon sok érmét cseréltetek el egymás között, így is, úgy is. Mi a között hozzá? Mindenki tudja, hogy Harker a nyugdíjba menésen gazdolkodik, és próbál nagyobbakat leharapni Dunwich részéből magának előtte. Talán egy gyűlés helyet is szeretne magának megszerezni, ellopni a tanácsból. Nem engedhetjük, hogy más szerezze meg neki a reputációt, nem de? Ugyan el fogom küldeni neki a fejedet, emlékeztetőjül, hogy miket nem adhatnak el, csak úgy az idegeneknek. Hát legyen. Én jövök. Mental Binding Paralyze, az sem rossz egyébként. Ez viszont szivat is. De ez csak közelre lehet használni. Jó, rossz Paralyze is. A főnökre. Ó, és a mellette jövő is Paralyze. Komoly. Komoly. Enter. Ruha. Lesznek még balhék. Jó, te... Vesz egy ilyet. Felkinész ennek. Ez is Graze lett. Plancs! Oszta! Ez szép volt. Erősítjük magunkat. Ezzel pedig... Ráütök erre. Egy jó nagyot. Plancs! Oszta! Ez szép volt. Dobálni már nem tudok. Kivel vagyok? Kész. Ja? Csajszi. Ez mi? Fireball? Ja, azt a izé miatt tudom. Hát dobáljuk. Kaptam valami tekerstől, vagy nem tudom már, vagy artifaktól. Profs, aha, szép volt. És látványos. És ez is. Ezek már nagyon fognak. Elég sok életereik van, basszus. De nem volt szó. Jaj, és én fölül gyógyult, basszus, amikor fölkelt. Ojjaj, vannak problémák. Úgy látom. De... Ez is jó lesz. Duplán szivatódik.
Nem tudom, ez is jobb. Na, tudok még egyet tolni? Csak ez nem a legjobb. Töljük ide. Action guy free. Ez nem volt valami jó. És ahhoz képest, hogy free. Hát, na, ez szuper volt. Szuper visz. Hát, még nem kell szól egy darabit. Haha. Szuper. Darabig nem keltek föl. Hey, hey, hey! Elég legyen már, basszus. Ez a fox, ez rohadt erős. Bakker. Problémák vannak így elég keményen. Elég nagy problémák vannak, azt már látom. Hey, hey. Ezek könnyebb, hogyha könnyebb lesz levelni, hát láthatóan tévedtem. Hány szezon ezt eltúlni? Mert ha ilyen nagy baj lenne, de azért, azért ma. Életereik van, basszus. Nekem meg már lassan nem sok. Ajja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 jj
Úristen. Vajon, balhé van. De nagy. Ezt inkább dobjuk ide. Magamra nem tudom kivet itt tenni, de nagyon sok értelme így nincs. Túl tartok. Van ide most egy erőteljes gyújtást kérnék. Hát ez nem volt elég erőteljes. Túl tartok. Ez gyorsan is kiemeldik, csak lehet, hogy még ezt a szart varázsolna. Jó, nincsen annyira sok életere. Fucker, ezt lejtett. Na is kicsit. Na, vannak bajok. Az igazság. Hát miért nem robban már fel ez a szar? Lassan felrobbanhatna. Na, egyszerűen sokat ért. Mit nem mondjak. Főkari az kivarítve továbbra is. Oké. De jó. Ah, de szuper. Szuper jó volt. És az egyik találta, a másik nem. Oké.
Nagyon szeretne varázsolni valamit a féregje. Nem mindig már egy neki. Hogy... Erről van szó. Bacs. Na jó van most már. Azért már... Ennek semmi baja, miért fölgyógyította magát, mi a franc? Majd bácsinik. Na jó, van mindenki melléd. Szuper. Jó, tehát tolok egy ilyet. Na végre. Na jó is kisült. Problémák. Legyen már meg. Na jó, ez szuper volt. Egyfélte van visszelek. Na végre. Fegyverem alakult ettől át. Oly bátyanik. Úgy igen. Milyen van még? Tudunk egy ilyet. Nyár is tudtam? Fed mit van még? Egy ilyen. Stunnolódott, de... Ez mi? Burn damage. Mint használj valami. Aha. Sima lövést is fel lehet, úgy látszik erősíteni. Könnyű, így körbe vettek. Jön, az visszajött félők sorába. Nem jó volt. Pisztoly, pályszabre. Pályszabre? Ennek volt a szabja. 20-29, kicsi nagyobb. Mondó vagyok. Egyéb tudszak nincsenek hozzá, de... Ez volt a szabjás, nem? Ott van. Szabja. Lehet, hogy berakom. Jaj, mit csinál ez? Jaj, gyereke. Nem. Ja, ebbe tudok enchantot rakni. Új, basszus, olyan drága, hogy nem éri meg. Na, ugye akkor ezt egyelőre szerintem ide rakom. Ez marad egyelőre. Mész. Szíved ebben a... Yes, Ring of Minor Protection. Ezt hiszem... Ennek tudjuk oda adni, hogy nem? Deflection. Ennyire is volt jó. De ez direkt
Needy attack és ilyesmi. Ennek még nincs. Boost of Stone's Dexterity, Resolve Might, Affliction. Dexterity. Resolve Might, Affliction. Grand Sleep, ezt nem is tudom ez mire jó az. De itt van. Mire jó iráugrani. Vagy Magic Dexterity, az ennek kell, nem ennek kell, ennek kell. Jaj, jó. És akkor a leap-et azt meg inkább... Hát ennek kéne odaadni talán. Stealth, az nem is tudom, miért. Ennél van. Stealth, az nekem jó, bár nagyon használom. Nem volt. Kaptam negatívumokat, de jó. Ezeket el tudjuk majd adni. Itt valami. Úgy néz ki. Kéne majd aludni valahol most emiatt, mert lejön rólam a negatívum. Még jó, hogy Dexterity volt, mert az inkább a... Ami negatívum ugye itt, minusz 2 Dexterity, Burning Armor Rating. Mondjuk a Healing az csökken, az nem jó, de... Ha a többi az inkább az IA-t érinteni szarul. Na, ez mi? Scroll of Gaze of Adragon. Adragon, nem lesz. Paralyze. Megbénítás kivédelmeztük. Ho-ho-ho. Sokkal több pénzünk egyelőre nem lehet. Nem tudja használni, és ki tudja? Te se? Te persze, hogy nem. Én? Még annyira semmi. Úgy látom, az Arcanra rá kell tolni. Vagy csak lehet. Az Arcanára. 9-es Arcana kell, neked van. 6-os basszus, hát ez... Sokára lesz 9-es. Ezeket viszont tudom használni, igen, egy jelentős. Wall Defense. Jó, ennek van egy ilyen damage taker, ez nem rossz, egyáltalán nem rossz. Ez még Rating Concentration. Ezt inkább eladom szerintem. Jó. Akkor... Akkor meneteljünk tovább. Meg vannak a színészek. Lehet az én. Köszönöm a segítséget, és most pedig egy igazán brutális outlast hozunk elő a megfelelő játékkal. A színjátékkal. Jöjjenek a néző seregek, és élvezzék az előadást, a nagy medvéla. Hölgyeim, és kedves kalózaim. A zöld bajnosa. Two ships adrift at sea for weeks and weeks on a venture most daring in search of the uncharted islands. Azt, mi a szar ez, hogy hajó van a fejükön. Months at sea with no treasure to show for it.
uncharted islands exist, Captain. We ain't seen land for days. Were they easy to find, they'd be called the Chartered Islands, wouldn't they? If you're thinking to mutiny... Aj, hang, még itt tudva húzódni, mint az első részben. Ó, itt jön, és tényleg hasonló ideodászra. That's no island. That be the Green Menace. We are doomed for sure. Souls and gold and glory. You will give these to me. For I am a god among gods, and a true menace upon the seas. Souls and gold and glory. Blame the Dawn Stars, for they have summoned me. And now, I must feed. It will be the end for us, it will. Oh, Andra, take me now. Not trying to argue now. And that's the story of how Aethys sank a fleet of Arcturus. You see the Green Menace coming, you sail the other way. Thank you. Donations and gratuity are greatly appreciated. Jó sok pénzt kaptunk, megért, de visszakaptam azt, amit adtam. És sok XT-t. Szóval imádtak minket, az Istenek is imádtak minket. Nem tudom, mi ez a hangakatás. Milyen küldik annak, mi? Oké, most ezeket tudjuk megcsinálni. Hát mindenképp a főváros fele kell mennünk, úgyhogy irány a főváros. Illetve előtte még nézzük, hogy milyen itt a világítottalajnál. Nem tudom, hogy voltam-e. Lehet, hogy voltam, lehet, hogy nem. Ja, itt van az izé. Voltam. Such a solid. Nem tudom, mik ezek a hanghibák egyébként. Akkor még aludjunk egyet, mert elhajózunk. Csak ez elég húzós volt, vagy csak egy-kettő szinte voltak magasabbak, mint mi. Hát belefutottam az egyik barátodra, én mondva a rókával. Az én barátom nem érje. Hadd találják ki, azt mondta, azt állította, hogy én véreltelek fel. És hogy nyugdíjba akarok vonulni. Nem látom azt, hogy miért nem hinnél senki, amikor azt mondom, hogy a korábbi életemet magam mögött akarom hagyni. Főleg, amikor korábban volt, hogy megöltem valakit emiatt. Mindenesetre úgy érzem, hogy ez a rohadt patkányképű Aemon nem érte túl a találkozott veled. Az átkozott, sosem tudta, mikor kell visszafordulni. Mindegy, én ott akarok egyet. Oké. Basszus, ilyen sokat? Mindegy, jó legyen. 190 még megér. Na. Kigyógyultam. Tökéletes, és menjünk vissza a hajóra.
Érdisztről kaptam egy fontos üzenetet. Szóval, belerontál a Vembe. Aztán elhúztad őt az ajtó lépcsőjéig. Kirúghattad volna őt a tengerre. Nem mindegy. Tudom mit tettél, tudom hogy ki vagy te. És az én... És én nem épp ahhoz hasonlítok, nem az a szerencsétlen fejbe rúgott másod tisztemhez. Én felfedezem a veszélyt a közelír a fejemhez. Ez vagyok én, Eldis kapitány. Az Isten átkozott új vélű principi parancsnoka. Vezetője a másik legnagyobb flottának, a kalózok flottájé közül. Az Isten verte el láva földön. Meghívlak téged. Félmehetesen hatalmas és különös látót, hogy jöjj el és találkozz. Egy pár baj van velem. Deadlight erődnél. El kell mondanom, hogy megígérem azt, hogy nem vágom el a torkod, amit megérkezel vacsorára és italokért. Már előre várom ezt a kis szívmelengette beszélgetést. Szeretnék találni számodra a legdicsőségesebb és legvéresebb változatos módú egyesség megkötésének lehetőségét. Meg akarom a hátadat, te pedig elvágod ellenségeim nyakát. Mindig majd jót nemetünk a halálaikon egy jó kis üvegnyi legjobb rum mellett. És ha már ezt hozzá kérek cukrozott magyarult, legújabb és legközösebb barátod Eldis, ez nem csapda. Szerintem meg az egyébként, de visszamegyünk. Location. Borderlight. Nem csak mindjárt majd úgy közben megtámadnak. Szeretem. Van ilyen, nem tudom, hogy milyen. Nincs. Nem lenne jobb így veled együtt, így ennél ebben a viharban. Csapatod rád figyel a parancsaid. Menjünk tovább, ahogy elterveztük, figyelj be minket. Ezt nem tudjuk lehajózni, kapitány. Hát ezt mondom. Aztán jó lesz, én ez nem értek. Failure, de jó. Sailor experience. Na, ezek is kapnak XP-t. Na, kemény 2 XP-t kapott az egyik karakterünk. Egy nap eltelt. Ez talán figyeljétek ki a vizet. Jó, de jó. Proof injury. Szuper. Morál elveszélytöttem. Aztán meg visszaszereztük majdnem az egészet. Na, ezt nézzük csak még. Igen, azt látom. Hogy tudok. Be kell raknunk. Ki volt az, aki megsérült? Random Riggere.
Rundown Vigere. Hol van Rundown Vigere? Jövő. Megsérült szegény. Ezt vissza tudjuk rakni addig. Na és mi van? Addig akkor ő lesz helyetted. Ennyi az egész kiállása. Már elmúlt évre egyébként ajánlózott ez a nap, mert volt a Margit szigeten is. Három órát. Na, itt van. De vagy ez a kapitány, aki Eris Farvajra hívott, nem? De figyelni fog rá. Hát tudok kísérni, amikor megérkezel. Vezess utat. Erre, kapitány. Az én tisztességem, hogy mutassam a tisztelt vendégeket ideben, ebben biztos lehetsz. Az én tisztem, bocsánat, tisztességem. Na most mi van? Te vagy, jó, ez egy csaj, kapitány. Te vagy, halkoz, kapitány. Örülök, hogy idáig eljutottál, édesem. Tetszik, amit látsz? Ez az oldalon az a jel. Az azt jelenti, én vagyok a második legmagasabb rangú a kapitányok tanácsában belül. Csak egy eszékkel vagyok a kakas rohadék furantétől. Tudom, hogy egy teljes értékű párbajt ajánlottam fel, de egy kalóz vagyok. Ami azt jelenti, hogy lojális vagyok a legénységemhez is. De egyébként akkor hazudok, amikor azzal előnyt szerzek magamnak. Megölted a negyedik széken lévő tanácsolónkat. És egyben átadottan jó barátomat. Egy részem ennek ellenére lehet, hogy meglepődött és tisztelem miatt. De egy másik részem azt akarja, hogy égesse le a bőrt az arcodról, érted? Ha van egy magyarázatot, azt javaslom, gyorsan mondd el. Most én vagyok már a negyedik széken. Fürenté előre vitte a tanácsot az ő érdekében, úgy látom. Vagy mégsem? De így, hogy benne elment. Levágtad akkor is a jobb kezemet. Hogy tervezed becserélni őt? Kétszázötven ez is talán jobb gondolat. Jobb döntésre te visz. Azt mondta, hogy okosan is jól szövegelsz, de úgy vélem, ez a kis fennzvenyiség is lecsillapítja a tüzemet egy ideig. Most pedig, hogy túlvettünk mindezen, úgy vélem, igazán kell kedveltele, kapitány. Van merszed és bátorságot, és nem csak csodálatos hajfonatod. Szeretném, hogy egyezünk meg valamiben. Elnézést, hogy idáig elhúzattalak. De úgy vélem, hogy egy partneri kapcsolat megbeszélése a legjobb, hogyha személyesen történik. Én és az miénk a principium belül nagy erejű szövetségeseket akarunk szerezni az oldalunkon. De viszont adnál lojalitást és hűséget cserébe? Ezt szeretném megtudni. Persze, hogyha már alkottunk is egy ilyen partnerséget. Persze, de úgy véled, mind a ketten egy tesztet kell, hogy megtegyünk. Legyél biztos abban is, hogy jó magadhoz írja teszt legyen.
Ahogy mondtad, szeretnéd a szövetségét a hozzád hasonló kapitányoknak megszerezni. Először jobb lenne, hogyha az egyik legjobbnak a segítséget és támogatását szereznéd meg neked akárban. Undercrofton keresztül akartam mondani. Eszembe basszus, hogy csempészik. Sokan Mad Moraine-nak hívják. Hadd mondjam el, édesem, hogy meg is érdemelte ezt a nevet. Undercroft. Igen, ez egy elbújtatott titkos rejtett kikötő. De biztos vagyok abba, hogy meg fogod találni az én segítségem nélkül is. Fényes jövő előtted látom. Látod, mit értél el egy rossz kalózzászó lengetését. Dobjuk el a régit és elér az újjának, de... Tudom, hogy találkoztál Furantével, és még talán dolgozol is neki azzal a rahatékkal. De nem jelenti azt, hogy nem tudnál velem inkább helyette partnerré válni. Ne tegyél semmit, amivel közel tudnád hozni magadhoz. Csak engedd azt, hogy biztosítsd azt a jövőt, amit mi együtt megformálhatunk. Rendben? Ne, ne is mondj semmit még. Gondolkodj el azon, mi lesz a legközelebb egy ember éppen boldogan elvágna a torkodat, mielőtt megcsináltad a kérését. Még ha fél, ha 50% esély is volt rá. Akkor eljön majd az idő, lepett egy kis stratégiánkat. Most mit tehetek érted édesem? Kurantéről? Van valami róla a számomra? Tudod-e? Kurantán mondták, hogy hol találtam meg Benvetet. Hát kitaláltam igazából. Ez a módja annak, hogy Kurantán megszerezte a politikai pozícióját. És ahogy meg is próbálja azt tartani. Gondolatos alsó minőségi taktikákkal, amelyen próbálja az ellenfeleit rombolva önteni. És én inkább az archoz közeli személyes találkozókban hiszek. Add meg neki az esélyt, hogy csatlakozzon, mielőtt szét roncsolnánk őt, és pusztulásra vinnénk. Szeretném azokat kitalmazni, akik segítettek és támogattak engem. Én mindig jó vagyok a szövetségeseimhez, ahogy láttad. A problémáid miatt édesem, hadd osszak meg egy kis kincses haladékot. Fölente azt mondta, kérte, hogy kutassam meg fel neked evét a Floating Hangman hajó információiért. Neketek-e? De miért ott, édesem? Mindegy, ha akarsz, menjél oda. Mondom, hallottad a mondásunkat. Osz meg és megosz, ahogy a tengeri partok törvénye mondja. Megkátálom visszaért a Perátiáni, nem tudom, az eológust. Ölte meg Lucia Rivant, akit a neketekai katakombákban temettek el. Az egyikkel közülük érdeklődik a Floating Hammer megszerzéséért, a saját céljaiért. Ezt kérdezi, saját céljaiért? Értem már. Ez a Lucia Rivan, ismerem a nevét. Ő volt von Ferus kapitánya, vagy 200 éve ezelőtt. Ha megtalálsz, amit is kérlek, mindenképp mondjál róla nekem mindent. Már újra kaptam egy csomó pénzt. Egyébként egy öreg dárkózi paladin, Lucia Rivan varancsol a Floating Hangman hajónak. A Floating Hangman hajóban maradványa az egykori von Ferusnak. Érdekes, nagyon érdekes. Hallottam szóbeszédeket és hasonlókat a Floating Hangman
egy olyan zászlóval hajózik, ami egy égő palotát ábrázol öreg valigjából. Mondja valamit az principi újvéreiről. Vegyünk a jövő, és nem vegyünk sehova. Vegyünk a igazi kalózok, édesem. Mi uraljuk a tenger, és a tenger visszaszeret minket. Jól megcsavart különös módján és útján. Kuranta pedig egy olyan otthont álmodik nekünk, amit se látott. De mit jelent az öreg valiai terület számomra? Vagy az én legénységemnek? Nem vagyunk valiaiak, és sosem leszünk azok. Tehát te valiaiak érzed magad, hogy szeretnéd csatlakozni vérmagunkhoz? Mindenképp, nagyon is üdvözlünk. Delenti... Ja, de... Nem... Menekültek el a tátok oldaliát? Települtetek le innen oldaliában? Generációk között. És azóta már úgy növek, mint a... gyógynövények rőt padomban, nem látod? Azt mondtad, hogy Kasitasi tanácsa, azt mondom a kapitányok tanácsa. Ha azt mondod, principén, azt mondom a legjobb kalózok rá a földön. Ha szüneletet mondasz, én azt mondom, a dolgok sokszor ugyanazok mellett, mint voltak. Ilyen dolgokat csinálsz szabad időben. Már hogy érted, milyen hobbiai vannak? Ha nem éppen a tengereken hajózom. Itt vagyok én éppen, és uralom flottámat. Próbálok célpontokon gyakorolni. És hát, ki ne szeretné a rumot és a forró fürdőzést? Te is úgy vélem szereted ezeket, nem? Mondtad, hogy most jó esne, jó feneki, de ó, persze. Üdvözlöm lélek, ha az enyémet használod, de majd talán később, nem de? Akkor kisebb itt a tömeg. És akkor most mit kell csinálni? Guards and services, speak with, megcsinálta. Fine, Madura in the Undercraft. Teljesen a főváros felé visszutunk, minden oda vezet, csak is a fővárosba kehetünk, sehova máshova. És az meg 8000 részből áll, amúgy. Nem tudom, jó fele megyek-e, majd kiderül. Ebbe az egzugos erődbe. Jaj, olyan álmos fáradt vagyok, hogy lehet, hogy előbb végzünk egy kicsit a... odással, mint gondoltam volna. Na. Körbe kell menni, jaj, de jó. Halott fényerőd? Vagy mi is a Deadlight, az egy kifejezés is. Holdfény, nem tudom, lehet nem mondani holdfényerő, de valami más, nem mindegy. Ez mi? Ezt hogy tudom meghúzni? Ebben mi van? Nem vettem észre. A fészkes fene. És akkor ezt hogy? Húzzuk meg. Leginkább se úgy. Lehet, hogy rá lehetne dobni a lent lévő ellenfelekre? Most lehet, hogy nincsenek is. Már, ugye? Tisztítottuk a dolgokat. Ja, adott valamit a... Ez mi? Mine and gunpowder. Ezt olvastuk. Ezt küldte nekünk a Csajci. Levelet, hogy mielőtt idejöttünk. Sós szem. Mit van, utasz hát? Hát nekem már semmi éppenséggel.
right away. És a rossz ruci. Pusszak minden védelemre. De sajnos nem hiszem, hogy megéri. Ah, plusz 2%. Crit damage. Még ez jobb, ami nálam. Viszont ennek lehet, hogy jobb lenne. Nem. Nem jobb. Akkor ennek esetleg 3 pontosan. Ennek nincs semmije. Max. Lepik. Igen, ez jó lenne. Ennyit nem ér. Kicsit sebzés. Megvesszük. Ugye mindenkinek valamilyen szorája. Mindenképpen a főváros felé kell mennünk, oda mint kötelezve gyakorlatilag. Ha akarunk, ha nem, akkor is arra kell mennünk. Egy. Sőt, egy nagy hír. Ja, nem raktam be kaját neki, hiába van itt, nincs kaja. Ezt hogy tudom? Nagy healing, azt látom, de hogy tudom jól ítani. Elvileg kaját kell neki csak adni, de most miért nem tudok kaját adni neki? Csak én vagyok. Not healing, ezt nem értem. Rossz helyre rakom, vagy mi a franc? Azt mondja, not healing. Healing in resting slot. Ez a resting slot, nem? Mi a szarra. Ja, akkor jó helyen van. Ja, jó, oké. Okay. Itt kell legyen, nem a nagy healingbe, csak még kicsit elég félreérthető véleményem szerint, de na most akkor gyakorlatilag ide kell mennünk. Szuper. Hányan sok a karaktereink? Matosak? Na, mi messze vagyunk a 20-as szinttől, sőt ez csak 5-ös. Mindjárt ugrik egy szintet majd. Hát, megint nem tudok mit csinálni. Közöltem az akart, meg támadnak. Köszönöm már ki. Felszedni ezt azt.
piano. Dovrebbe essere mai la ricava. Dai, vuol dire scienza cinese. Széles csatornát. Miért választja a belső földrészt? Egy fahíd haladott át. Eléggé nagy ahhoz, hogy elbírjon egy szekeret és egy lovat. Nagy tömeg van a hajón. Eklektikus vajújai aumákkal és színes és csillogó köpenyeket hordanak. Még egy különös orlan is. A dombon lefele éppen a víz szélénél egy kis amua csoport gyűjt össze. Közelítsd meg az amuarát a víz mellett. Azt mondja, a szigeti kinézetet van, mintha ott születtél volna, nőttél volna fel, de nem vagy huanai. Ha arra fele jönnél, ott jobban rálátnál a hajóról. Miről szól az egész? Kihívják a se csatornát. Áááá, basszus. Jó, ez. Ja. Na, bocsánat. Ahogy az eső esik, a víz is egyre gyorsabban fordul, le kell, gyorsabban kell leúszniuk a víznél és a szélnél. Mindazoknak, akik végül végeznek, tisztelet jár. Pedig győznek még sokkal több. Nézzük meg a... kompetitorokat. Hát én nálam a legjobb az értékek sora, és sikeres is volt. De. Kinek van a legnagyobb esélye? Egy negati az. Úgy biztosan. Jó, szeretnék be menni a versenybe. Osa kihívása mindig az aumavák egyik fontos megerősítése, hogy biztosítsuk és erősítsük meg magunkat erőben és staminában a vízben. Láthatatok mi mindig, hogy ez túl sok lenne egy másik kit belinépből valónak. Ezt mondom neki. Próbálj, go to sleep down. Mondja Szotir, hogy sok sikert, jó szerencsét. Részben sikeres. Na, segítünk, hogy partra éljen, és nem sikerült. Ja, sikerült, csak ugye így most meg nem nyertünk, de hát inkább segíteni akartam. Utazásunk folytatódik. Ezért nem tudtunk itt átmenni. Ilyen blokk volt, úgymond. Nincs semmi, mit eladhatnánk. Elég sok értelme neki nem volt. Bezony. Van itt valami. Super supply. Annyi van, basszus. Nem tudom, nem fér be több. Egy harang. Hát ezt meg tudjátok hallgatni, ezt nem fogom még egyszer lefordítani. Ezt lefordítottam, egy rohadt hosszú rész. Lefordítottam még a valós idejű végjátszás során pont.
Tell me what you have learned. The pallid knight knits her brows. He does not seek to return to the beyond. Akkor visszatérni a világunkon túlra? Érdekes. Sickly pale, the figure nearest Barith dissolves and reforms in the image of a thin-lipped ancient crone whose face has felt the melting kiss of fire. The goddess Wodica strides forward. Does Aethys frighten you, Barith? He should. Magran subdued Aethys' influence once before, and yet he returned. From out of Wodica's shadow shuffles a hunched, bald man you recognize as the god Scan. His skin is mapped with swollen lash scars, and breath whistles through the ragged hole in his face, where his nose once was. He does not speak, but stares up at what Wodica steeples her long, knob-jointed fingers. We must annihilate Aethys now. El kell tüntetnünk el azt most, hogy egy gyors döntésre jutott. Amit nem hallgathatunk mi sem tovább. Holden megteszi a munka nagy részét. Méghozzá jól. Holdával a kapcsolata jelent, kétlemű Ondra megegyezne ebbe a tervben. Andra could do with a new act. Her current one has grown rather stale. Andra úgy fejezett beléphetne. Jelenleg ilyen fejezetem már túl nagy lennét. Hol van a többi istenség? Mind a saját ügyeiket intézik. Majd beszélsz velük idővel. Ha szükséged lesz rá. Figure beside the aspects of Barith. Flows forward the ash falls. Magrin's glowing lips curl in disdain. We must find a solution to the egy megoldást ez a teszhez való problémával. Ha nem teszünk semmit, elpusztatjuk a világot ezáltal. Túl gyorsan cselekedtem a szentek háborújában. Nem fogod okozni azt, hogy újra ebbe a hibába térjen. Ellene menjünk addig, amíg nem tudjuk a terveit, nem ismerjük teljesen. A bolondság beismerése lenne. Elvigyázatosságból meg kell találnunk a bölcsességi oldal. Persze. Érthető. Jó ötlet. Mehetek már? Még nem. Egyik minden ilyen nagy, mély nyitató levegőt. Talán tisztább fejjel majd jobban tüntetünk és győzhetünk. Aethys szétválasztott minket már túl hosszan és túl rég. Nem lehet az, hogy csak annyit akar, hogy megfelelő számú lelkegyítsen össze, hogy visszaszerezze birodalom részét a világon túl világban. Ott pedig üdvözölni. Milyen, hogyha el akar állni titeket, hogy tényleg? Miért nem fog? Az elárulás nem az ő természetének része. Na igen, igen, el kéne fogadnunk el a szüzetét meglehetőségét. Eltökéltsége segített abban, hogy láthassuk kibontakozni a tervét azonnal. Akkor majd azt mondja, hogy mi jót itt léptünk részese. Megteszik azt, amit valamit a javasolt, és földbe romboljuk őt. És itt van a látó, aki megölte Lord Harrondot. Aki kihozta az ő drága húga nagy néjét, vagy unoka húgát talán Iris-t. Érdekes. Én nem vártam egy ilyen édesen kegyetlenet az a történetére. Igazán nagy hatással volt rám.
Helia's feathered crest stands on end. You, the wretched little creature. Túl veszélyes, elkezdtem a tört. Az, ami magában hordozza, elpusztító kis látom, de elutaz több, mint a hordozó maga, amit őt egyben tartja. Én mindig vissza fog térni, de mi akkor is le fogjuk csapni őt. Most akkor mi a lényeg ennek az egésznek? Hát azt nem lehet megölni, de téken lehet tartani. És még akkor is elég nagy hatalma lehet idővel. Mindkettő az ő érdekében áll éppen. Magrin grits her black glass teeth. Ezért kéne kielemezni és megismerni őket ebben, mielőtt még ő egységbe és mozgásba hordaná őket. She begins to pace. Her steps leave little trails of Magrin stops and bald. Even if we manage to destroy his current form, akkor is, ahogy megpróbáljuk elpusztani jelenlegi formáját, lehetőség adott, hogy visszatérhet. Még hogyha nem is nyelte be azt az összes gyermeki lelket. Elnyelte a gyermekeket, nem értem. Magrin túl szabadosan beszél. Ez a tudás mennyiség a te fajadnak túl komplikált és túl nehéz, hogy megértsen. Jó, tesz erőt gyűjt. Mert egyébként pedig fenyegetni akar minket. Nincs is más érzékeltő válasz arra kérdése, hogy mit tegyünk a felemelkedő erőben lelődő Eotasszal, mint hogy egy léső nagy cselekedetet tegyünk ellenére. Valamit tenni kell. Véleményedet nem kértük, és szükségtelen is, de azért ennek emeljére felégyeztük. Majd akkor cselekszünk, amikor a megfelelő alkalma jön, és nem előbb. Kövesd őt, láttam. Már itt elutaszt. Még tartozol, és nem fizetted vissza a tartozásodat. Megteszem, amit tudtok. Visszatértem a hajóra. Eddig észtesen velem fegyi is sok volt a fordítás, de olyan észtesen fordítottam volna, mint a korábbi videóban, akkor csak azzal elment volna szerintem egy fél nap körülbelül. Itt van Foeldas. Ship life sure is an adventure, ain't it? Just think of all the places we can sail to, all the sights we could see. This is nothing like being stuck on a farm, or cloistered in the back of a temple. Tell me what's on your mind. They're there in my head. Volt még rémád? Sos itt vannak a fejemben, amikor alszom. És mégis néha nyelvem hátsó részén is megérzem. Szinte esküszöm érzem, hogy ízek benne a gonoszságot. Akkor jön elő, főleg amikor egy adakozó is magát feláldozni való lélek csatlakozik lámpásomba. Ne aggódj, valamit kértünk majd. Mi? Hát nem tudom, de vízok benne látom. Esküszöm, tényleg. Csak félek néha arról, hogy mi történhet velem. De nos, nem vagyok olyan, aki hátat fordít a kötelességének vagy az Istenének. Akkor is, ha megölhet engem mindez a döntés. Hogy történt az, hogy sokkal jobban elkezdtél Gaon imádója lenni, mint el lesz? My folks, you might say they're not a typical Aethasians. Nem rossz, hogy tipikus Aethasi hívők.
Ők jobban kapaszkodnak még a fényben, mint a sötétségben. A fényben is. De a házad, az én családomhoz is elért, és megváltoztatta őket. Őket meg is ölte. Nem tudom már emlékeznék rá első kézben. A többieket megkeményítette, és túlerőkké tette, formálta. Ezt láttam az én saját személyében. Még évekkel később is. Vannak még olyan hasonlók, mint olyan gauniták kint a világban. Természetesen. Bár kevesen, de szétszéledünk idestól. A legtöbbeket nem egy templomba fogod megtalálni. Hiszen a lelkek pásztorának utazásokra van szüksége. Nagynéném tanított meg engem az élet ciklusára és a halálára. Hogyan is történik meg minden színdarabokként és azoknak a gyakorlatilag a részeiken, szintjeiken. Hogy előrefele, vagy hátrafele, vagy a éppen elkezdeni lévő magból a rothadásig és az újjászületésig újra. Ez mind csak a létezés és a gyakorlatilag a balansz egy-egy szintjei, látod? Itt tanultam meg először Gaon egy kis szeretét elutasztom belül. Ezek után pedig elolvastam minden doktrináját Gaonnak, mindent, ami csak a kezem közé kerülhetett. Mint például Mirvi 12 könyvét, és az apisztolását a kisebb proféciáknak. Olyan sokukat manára mai kanonizáció részeként nem tekintik, de nem jelenti azt, hogy rosszak lennének. Ez egy tradíció a legfiatalabb szülötteknek, akik elutazókai ságába akarnak részt venni. Én is felkedtem a saját utamban. Állott. Mindig benne száll gondolkozó. You stood with me through Mortenvart's acts, yours. I wanted so for 5 years. I've been hoping they can be reformed. The task has been, I don't think it was much easier. Perhaps I went And while I keep wondering what I might have done I want to be sure. Yes. Várj, arról tudom, hogy még elmagyarázza résztesebben is a mondani valóját. Ő gondol az őt elutászról, azt szeretném, hogy a rombolás fejezete, azt szeretném, hogy adja abba, amit tesz, és menjen békével. De attól tartok, hogy ez nem így fog majd végigjátszódni. Jutsa által az örökség után. Szerettem azt az életérzést, tudva, hogy megállítottuk Taoszt. Ami nagy nap voltuk a részesei, az utazásról és a végén, ugye. Ez valami olyan volt, hogy sose éreztem addig, még háború során sem. Mivélem most újra azt szeretném megkeresni, ezt az érzést. Nem, hogy szeretnék az Istenekkel virkózni. Valami kisebb. Valami olyan dolgot, amit könnyebben oldhatnék, meg azt szeretnék tenni. Körülnéztem, rőt tudom. De az a helyszín még mindig túl sok szellemet tartalmaz számomra, kisebbet tartalmaz számomra. Olyan dolgokét, amelyeket most szeretnék elfeledni. Aztán pedig Adirbe mentem fel, hogy megkeressem szüleimet. Oda mentek menekültként a háború vége után. Megtalálta ezt az utatmódot? Hasznosnak? Hasznosként érzed? Részben igen, úgy vélem, Adir. És rossz vérőeket emelt fel rőtadon belül, amelyek egészen a forradalomig mennek vissza. És néhány ideig szeretne rőtadonjáknak egy kemény időszakot adni, ha lenne lehetőség. De az énemberémmel egy olyan csapattal ideért próbálom visszaszerezni földjeiket.
Mit tettél? Felültem velük, és volt egy elég barátságos egyeztetésünk. Egy társ. Aki már nem hiszem, hogy többet előkerül ez ügyben előjött, de végül meg tudtunk egyezni, megértettük egymást. Az én éppen ezután láttak már ugyanolyannak engem. Úgy velem inkább feladták volna a földrészt, mint hogy erőszak közé kerüljenek. Nem tudom, hogy olyan dolgot van, amit elkerülhettük volna, hogy egy olyan költséges rossz, amit próbálnánk úgy elülni, hogy közben amit lehet, kiavítunk. Hogy tetszik rá a föld? Levegő különböző, főleg a aranybölcshez képest, ahol több házi állat volt, mint ásó. Olyan másképp is hangzik. Azon sokféle madárra kell szorítan. Olyan, mint hogyha zenét, reggel zenét készítenének. Ha a madarakat aranybölcsben is felébresztettek volna, azok általában egy pár varjókán kerültek volna elő, akik horribilis nagy zajt okoztak, amit mindig lehetett hallani. Különböző dolog az, hogy mindig úgy érzem, hogy szeretnék otthon lenni. What's gnawing you? Yeah, it's different. It's that looking strange thing here. Looks good, yes. Moving. One more spot, then I suppose they smell governor. This is a bit of a thing. I'm still getting up. Azt mondtam, mit kell csinálni még. De kimegyünk. Az ilyen hosszú videó volt. És most merre? Most mi a fészkes fene van? Néla beúrul. What's a bilge swallow? If you be having it, Cap, I'll be faking it. When I were a wee, the sea mentored me to. Let right. Well, no, I don't know. No, I'm just here to remind you. Oh, Captain. Aye. When I do right by it. Ask away, Cap. Formerly the Principe San Petrena. The princes, Principi, a hercegek, otthon nélkül, ez a Principi. Nagy, óriás foliázba jöttek korokkal ezért. És ők a lábaföldi hontalan. Some seamen go dizzy as duck. Oh, he's got a little bit of a sus. Tesh. Most akkor most hogyan merre tovább? Ja, így. Nem tudom, ezt a kezelő felett szerintem eléggé elcseszték. Ti hogy vagytok vele? Továbbra is ezt mondom. Más részben minden olyan flottabbul ment. Mit mondom? Sivatag, itt lehet, hogy több kajánk vészel. Tartok. Vagyunk, közeledünk, de még messze vagyunk. Kajánt.
rosszul tudtuk. Na jó, innen fogjuk szerintem folytatni, hogy valami gebasz lesz, úgyhogy köszönöm, hogy figyeltetek, néztetek minket, addig is úgy csúszom tőletek, sziasztok!